Mester, akkor mi a terve a top 8-ra? Már nem kell sok párba energia, és átléphetek erre a világra, a valódi alakomban, és nem lesz szükség erre a gazdatestre. Kivel kell megküzdenünk a top 8-ban, Darkness Mester? Úgy ítéltem a sorsolás, hogy Shadow, te fogsz Bézi ellen játszani. Bézi XY-z észonyeket használ, szóval te pakid a legjobb ellen. Értettem, nagy úr. Nem okozok még egyszer csalódást. Alexander, bizony is, hogy te vagy a legjobb ánypárbajozom. Óbisnál van a szinkrópaklik ellenszere, úgyhogy győzd le az árulót. Szóval, ha legyőzöm a szinkrópaklit, akkor bizonyítok önnek? Pontosan! Bencét a végére vagyok. Akivel én kezdek, az, akinek a másik legnagyobb párba energiája, vagy Zoli. Készen állok kipróbálni az új szörnytípust, amit rám bízott mester. Rendben, mester. Nem fog csalódni bennünk. Nem szeretnék. Induljunk! Üdvözlünk mindenkit a 2013-as Yu-Gi-Oh! Világbajnokságon. Hamarosan a világ 8 legjobb játékosa fog megküzdeni. Rendben, srácok! Négyen jutottunk be a top 8-ba. Sok embert vesztettünk a harcok közben, de nekünk hely kell állnunk az árnyjátékosok ellen. Tamás gondolom ott lesz. Nekik a többi ellenfeleink. Alexander és Shadow is bejutott Darkness játékosai közül. Megtaláltuk Tamás holsárkány pakliát, úgyhogy Darkness biztos nem ezt fogja használni az istenkártyák megidézéséhez. De arról még nincs információk, hogy hogy csinálja ezt. Alexander pedig elnyert tőlem a végső szinkron paklimat. Feltehetően azt fogja használni. Óbis, nálad van az anti-szinkron pakli. Remélem téged fognak összesorsolni vele. Készen állok. Már alig várom, hogy bizonyítsak az ágypárbajozók ellen. Már épp eleget segítettél nekünk azzal, hogy megmutattad az X-id idézést. Bence és az én paklim is teljesen arra lett tovább fejlesztve. És mi van az enyémmel? Ezek az istenek felvehetik a harcot Darkness istenkártyái ellen? Én láttam, hogy legyőzik a szent bestiákat. Szerintem csak istenkártyákat tudjuk legyőzni az istenkártyákat. Rendben. Ha Tamással kerülök szembe, nem fogom vissza magam. Egyikünk se tegye. Bence, te se felejtsd. Lehet, hogy Tamás látod, de ő most Darkness. Nem szabad visszafognunk magunkat. De ha képes volt eldobni a borsákány papriát, akkor az nem Tamás. Le fogom győzni. Kiűzzem belőle Darkness-t. Rendben. Induljunk. Mindjárt kezdődik a sorsolás. Sorakozzanak fel a játékosok! A top 8 meccseit véletlenszerűen fogjuk sorsolni. Nézzük is az első párost. Tamás versus Zoli. Eddig bevált a tervem. Most megállítom Darkness-t, és akkor minden gondunk megoldódik. Bízom benned, Zoli. Te az egyik legjobb játékos. Sok sikert, Zoli. Hogy feldobjuk a hangulatot, az első párbaj egy virtuális arénában lesz. Induljon a párbaj! Tamás, tavaly segítettél felszabadulni Darkness irányítása alól. Most visszaadom a szívességet. Tamás, nem halt téged. Én Darkness vagyok, és el fogom venni a párba energiát. Sok sikert rohanék. Az én istenkártyáim erősebbek. Párba! Jó, állj! Megidézem dverget, és lejöhet a kezemből Ivaldi. Ivaldi a kezembe ad egy Nordic Relic varázslapot, amit ki is játszok. Ezért a papliból megidézem Julin Rostit, és a kezemből lejön Vanadis. Vanadis kidob a paklimból egy ötös szintű szörnyet, ezért ő is ötös szintű lesz. Három szörnyet felhasználok, és szinkroidézem Odin! Dvert visszaadja a varázslapot, Julin Rosti pedig Svart alkot. Dred miatt újra normál idézetek. Feláldozom Bullinbusztit, és megidézem Svartal. Kijátszom Card Destruction. Minden lapot eldobunk a kezünkből, és én húzok hármat. Wonderveldet társítom Svartalval. Feláldozom, és húzok újabb két lapot. Kijátszom a Monster Reborn. Visszahozom Sverget, és
felhasználom Link idézéshez. Link idézés? Nem lehet. Mi is kísérleteztünk már vele. Ez az újfajta idézés, amit Smirko tanított nekünk, de még kezdetleges állapotban van. Link idézem Kuzbeiget, kivonok Alvist, és megidézem Vaxon. Mivel Dverg a temetőbe került, ezért visszakapok egy Nordic Relic csapdát a kezembe. Kivonom Alvist, felhasználok két szörnyet a kapunkból, és Gold Vaxot, és megidézem Thor! Ezek meg milyen istenkártyák? Hamisítványok. A köröm végén szedelek három lapot, és jöhetsz! Aki válik a temetőbe kerül Joker's Wild és Joker's Trade, vagyis visszavetem őket a kezembe, cserébe két szörnyet a temetőből visszakeverek a pakból. Rendben, akkor én jövök. Húzok. Aktiválom a Joker's Trade varázslatot. Állj! A Nordic Relic csapdámmal megállítom! Akkor várj! Aktiválom az Emergency Provision, vagyis feláldozom a Strade-et, hogy a pakliból dobhatok. Meg. Joker's más a temetőbe, így megidézem. Kézembe adja King's Knight-ot, és így a Bucky-ból lejöhet a harmadik Knight a tér felemre. Majd aktiválom az Ancient Chanter, vagyis a Bucky-ból a kezembe vehetem rá. Aktiválom a Thunder Speed Summon, vagyis a Bucky-ból a kezembe vehetem Slifer, mivel van nálam három Knight, majd rögtön fel is áldozhatom őket, és hogy a kezemből megidézhetek egy istenkártyát, aki pedig én választok, az nem más, mint rá. Rátámadás ötlete lesz. Majd kijátszom, Dragonoid generátor, fizetekező elfontról és időzek két tokent a térfelemre. Magician szól letett, lejött a kezembe a speciálisan, cserébe a Bucky-ból volt egy Dark Magician, majd Joker's Knight, kidobom a temetőbe, letettem a varázslapomat, húzhatok két új lapot. Az egyik lap pedig, Mahat, így lejöhet speciálisan. Úgy érzem idejre hívni a másik istenkártyát. Feláldozom a két tokent, és szólt, így megidézem. Slifer! Aztán kijátszom a Thunder Force atakot, mivel van Slifer a kértelemen, minden szörnyed elpusztul, és minden elpusztult szörny után húzhatok egy lapot. Mivel három szörnyed volt, ezért húzom három újra. Mivel elpusztult egy ézik szörnyem, ezért lejön a pakliból Loki. Fizetek ezért pontot, így rá leküldi a temetőbe Loki. Kijátszom a Soul Servant-ot, és a paketé rakom a Magician Salvation, utána kijátszom a túlnémet, és ha megnevezem a Pocky megfelső lapját, ha a kezembe vehetek egy istenkártyát. Én azt mondom, hogy Magician Salvation az, ezért a kezembe vehetem Obeliszket. Kijátszom a Magician Salvation, vagyis a Pocky-ból leszetelek Eternal Soul-t, majd kijátszom a Monster Reborn, visszajön a Dark Magician, Salvation visszat a Dark Magician Girl, Szervántól kibon a temetőből, mivel három Magicianom van, ezért húztatok három új lapot, és hála a Ancient Chant-nek feláldozhatok három szörnyet, és megidézhetem Obelisket is! Leívtam mind három istenkártyát, de a Thunder Force adag miatt csak egyik támadtam, én pedig rát választom. Rá! Támad közvetlenül folyt! Majd utolsó három lapomat leszetelem. Aktiválom a lapomat, és mivel neked öttel több van, ezért húzok öt újat. Jöhet! Már elküldtem a Dragoni generátort, de a temetőből aktiválik a képessége, kapsz két token. De ne feledd! Slifer elpusztít minden szörnyet két éve támadó ponttal, így a tokenek elpusztul. Mivel Odin elpusztult, a képességével visszajön a aktiválásba. Én jövök. Aktiválom a Nordic Relic csapdámat, és Odin támadása megduplázódik. Odin megtámadja Slifer! Állj, aktiválom a csapdám, Dimension Reflection, vagyis kivonom benne a Slifer, majd te kapsz egy tokent, aminek a támadása megegyezik Odinnal, és ott beléd sebződik, vagyis veszítesz. Állj, én aktiválok a Nordic Relic Swallin, így minden kártyát törlődik. Micsoda? Odin leütni rá! Kiátszom Bolt of Everized, öt szörnyet visszakeverek a pakrimba, és kivehetek kettő újat. Megidézem Dverget, ő megidézi Gullimbuszt, ő megidézi Tangenster. Gultfax a kezembe adja Ivádit. Ivádit megidézem. A kezembe adja Gumnit. Három szörnyből ismét megidézem. Thor! Kivonom Hillsgardot a temetőből, és a kezembe veszem Jormungandr. Egy lapot visszakeverhetek a paklimba. Megidézem hozzád Jormungandr és Fenrir. Hozzám idéz ezt szörnyet. Kijátszom Gotterdammerungot. Átadom neked Thort, de hogyha a meccs végéig nálad marad, az összes lapot kivonódik. Miért azt a rátkoltanak? Miért elve van?
a Pompok Equisitiveness-szel 3 kivonalas lapot visszateszek a paklimba, és húzhatok egy újat. Leküldöm Dverget a temetőbe, és újra a lincidézem Gulverget. Gulver kidobja Alvis, és megidézem Valkyr of the Nordic Ascension. Dverg a kezembe adja meg Gyorgot, és Alvis képességével megidézem Loki. 3 lapot szetelek, és jöhetsz! Aktiválom a csapdámat, a Curl of Cards, és kivonom a 3 nátra temetőből, tehát még húztatok 3 új lapot. De nincs vége. Aktiválom a Returnal Sword, vagyis a Returnal Sword visszahozza a Dark Magic. Rendben, én jövök. Pusztítsuk ezeket a hamis isteneket. Akkor kezdjük. Aktiválom a Dark Magic Expander, vagyis 1000-rel nő Dark Magician támadása. Chain-e nem tud nélt, feláldozom Gulverget, és elpusztítom a te csapdára. Állj, akkor én is chain-elek. A Returnal Sword-al a kezembe veszek egy Dark Magic Attack-ot. Aktiválom a Remove Brainwashing, és minden szörnyemet visszakapom. Micsoda? Ez volt ebben még, és kapta szörnyét. Most, hogy visszatértek hozzám, az Eternal Soul nem pusztítja el őket. Elpusztul Eternal Soul, Dark Magician is elpusztul. Kijátszom a Monster Reincarnation, tudom a Dark Spell Regeneration, és visszakapom Magician Soul. Hoztam a képességét, legyen a térfelemre, cserébe a pakliból kidobok egy Magician of Chaos, a temetőt. Aktiválom Soul képességét. Két forrásodlap a temetőbe küldök a mezőről, ezért húztatok két lapot, majd a harmadikat aktiválok, Illusion Magic, feláldozom Soul, így kapok két Dark Magician, vagyis összesen 4 lapot kapok a kezembe. Majd aktiválom a Burial from Different Dimension, 3 Knight-ot a kivontak közül berakom a temetőbe, kijátszom King's Third-öt, vagyis 3 lapot húztatok értük, melyik kivonom őket. Majd aktiválom a Secret of Dark Magic-et, és az egyik Dark Magician-t a kezembe feláldozom, és a pakliból megidézhetem, és fúziódézem Dark Master of Chaos. Majd a képességével visszahozom a temetőből Mahalot. Aktiválok szerint, hogy minden lap a térfeleden törlődik. Töröltél mindent? Nem baj. Majd aktiválom a Piercing of Darkness. Ide elpusztítani ezeket az Isten kártyákat. Dark Master of Chaos megtámadja Odin. A támadásra aktiválom a Piercing of Darkness képességét, és megkapja Odin támadását. Én meg csinálom megint Jorgot, és Odin támadása megduplázódik. Odin, támadj vissza! Masterrel pusztulta a képességével, a kezembe vertek egy Monster Reborn. A temetőből kivonom a Dark Spell Regeneration, így a Monster Reborn kidobom, és így cserébe visszahozhatom a temetőből Dark, és tőled el tudom pusztítani Fenrir-t. A kézből aktiválom Magic Uribort, és a temetőből visszahozza nekem Dark Spell. Piercing the Darkness-tel pusztítok egy lapot. A kézből aktiválom Chronicle Magician képességét, lejött Dark Magician mellé, ad neki két örökre támadok. Majd aktiválom Blazecrown-ot is kijelölöm rá. Rá megtámadja jól munkátok! Blazecrown első, feláldozom Chronicle Magician, rá megkapja a támadást. Tovább mi a támadás? Támadj vissza! Na, sebződök egy cállat, de aktiválik Blazecrown másik képessége, mivel rá támadott, minden szörny a térfelden a temetőbe kerül. Nem pusztulnak, csak a temetőbe kerül. Így viszont nem marad szörny a térfelden. Dark Magician, üsd ki! Elvesztett ki a gyánypárban. De rohadék! Remélem tudod, hogy a lelke az ennyi. Ez ilyen, vagyunk a fájba jelenti, nem kell másokat elvesztetni. A győztes pedig Tamás, ő jutott az elődöntőbe. Zolihoz pedig kérnénk orvosi ellátást, úgy látom, elájult a nagy izgalmak között. Zolival meg mi történt? Sajnos, amit sejtettünk. Ez a bajnokság egy ánybajnokság. A vesztes elveszíti a lelkét, és a párba energiát megkapja az ellenfele. Darkness így akar átjönni a világunkba. Meg kell állítanunk! Igen, a terv az ugyanaz. A kérdés csak az. Ki a következő? A sorsolás megvolt, a következő páros BZ versus Shadow. BZ, meg kell nyerned. Zolit már elvesztettük. Meg kell akadályoznunk őket, hogy megnyerjék ezt az egészet. Tudom. Bíz bennem. Végre bosszút állhatok a múltkori vereségemért. Ezúttal nincs esélyed. Meglátom. Meg fogunk állítani titeket. Múltkor csak szerencséd volt. Ezúttal XY szörnyeket használok, nem csak szinkronokat. Van egy rossz hírem. Én is így jártam el. Bárbaj! Bármi bárbaj. Akkor húzok. Először is kiálltam a Card Distraction. Kidobjuk az összes lapot a kezünkből, és ugyanannyit húzunk.
Játszom a szárnyit, ezért a temetőből két vízszörnyet veszek a kezembe. Megidézem Beautiful Princess, így a paklimból előjön Lantersán, majd a kezemből megidézem Fusso sárkot. És akkor kezdődhet az XYZ idézés. Összefordítom a két sárkot, így XYZ kézem Nasir Afilumot, majd a kezemből lejöhet XYZ Slidorfi. Aktiválom Nasir Afilum képességét, így az extra paklimból kapok egy lapot, amit becsatolok alá, és Slidorfint is. Aktiválom Asylum képességét, ráhelyezem Asylum Chaos Knight-ot, majd használom az ő képességét is, és ráhelyezem Under Horror, kivonom Strike of the Monash, így a mezőn minden lap víz típusú lesz. Mivel minden szörnyen víz típusú, ezért megidézem Abyss Sharkot, aminek a képessége kezembe adja Silent Bobby-t, amit megidézek a térfeledre vízi. Bobby adna neked 2000 életet, de maszkeráltal törlöm a képességét, így lefeleződik az életpontod, és dobnod kell egy lapot. Mi? Aktiválom a Whitemore-t, így a temetőből megidézem Bass-sorsárkot, majd kapok egy másikat a kezembe. Bass-sorsárk megcélozza Abyss-sárkot, és így lenyithatok egy krisztálsárk. Abyss-sárk 5-ös szintű, krisztál pedig 5-össé változik, ezért egy rang 5-ös szörnyet hívhatok fel. Megidézem Number 73-t. Letosolom Abyss, megduplázom ezzel a támadását, majd kijelölöm Bobby-t, Abyss visszajön. XYZ idézem Rangazét. Képességével elpusztítom Bobby-t, és mivel nem eredeti támadópontja volt, ezért húzhatok egy lapot. Kijátszom az XYZ giftet. Letosolom két materiát, ezért húzhatok két lapot. Kijátszom a Memories of Cold-ot, és mivel három Number szörnyen van, ezért húzhatok három lapot. De kijátszom a Serial Spell-t is, ami lemásolja ezt, ezért hat lapot húzhatok, viszont egyet dobnom kell. Kijátszom a Totem OTK-t. Leszedek egy materiált maszkerádról, és annyiszor 400-at sebzőt, ahány nap van a kezedben, tehát 2000-re. Kijátszom az Ascension of the Seven Emperor, így a paklimból kapok egy Eternity of the Seven Emperor, majd 5 lapot szetelek. Teljes. Rendben. Ideje visszavágni. Mivel nincs semmi a pályámon, ezért kezemből speciálisan megérzem a Reyes, Ascent Sage-et, majd aktiválom a XYZ Change Tacticot, vagyis akárszor ne idézek egy utópia szörnyet, 500 életpontért húzhatok egy lapot. Majd aktiválom a Number Evaline, kiválasztok az extra deckemből 4 Number szörnyet, összeadom a rangjukat, majd speciálisan leidézem Leo utópia lény. Change taktik miatt pedig fizetek 500 életpontot, és húzok egy lapot. Játszom az XYZ Ribbon, ami visszahozza a temetőből napot, vagy bemegy alá. Majd visszahozza Sidorfint is, ami szintén bemegy alá. És mivel két materiálom van, letartolom, és BZ térfeléről ellopom Utópiát. Aktiválom a Overlay Network-öt, kiválasztom Sage-et, Paklimból speciálisan megnézem nem Sage-et, overlayezem őket, speciálisan megnézem Utópiát. Change taktik miatt fizetek 500 életpontot, és húzok egy lapot. Majd a két Sage képességét megkapja Utópiát. Állj! Aktiválom az Eternity of the Seven Emperor csapdalapot, ami megállja Utópia minden képességét. Nem baj, hogy megálltad, mert overlayezed, és speciálisan megjegyezed S39 Utópia Prime-ot. Majd aktiválom a Change Tacticot, fizetek 500 életpontot, és megint húzok egy lapot. Aktiválom a Zexafield-et, vagyis mostantól nem targetolhatsz olyan lapjaimat, amit XYZ zőnyémet targetolják. Majd aktiválom a Shining Drone-t. Tornádót és Pegasus pedig hozzácsatolom Utópia Prime-hoz. Szetelek egy lapot, majd aktiválom Utópia Prime képességét, mivel 3000-nél több életpontod van, mint nekem, ezért fizetek annyi életpontot, hogy csak fél maradjon, és minden szörnyet elpusztítok a pályán. Maszkeráddal törlöm Utópia Prime képességét, majd aktiválom az MST-t, ami elpusztítja Tornádó Blinget. És ne feledd! Mivel használtam maszkerát képességét, ismét feleződik az életpontot.
Kivonom a temetőből Rank Up Magic Zexal Portot, mivel 2000-rel több életed van nálam, ezért húzhatok egy lapot. Majd aktiválom is a minigasztot, lenullázom a szörnyet támadását, és csatában elpusztul, az eredeti támadását besérülök. Kivonom a temetőből XYZ Bentót, és támadóba állítom Mascarádit. Aktiválom a Boko Paralyze-ot, visszakeverek 5 XYZ szörnyet temetőből a paklimba, majd húzok 2 lapot. Majd aktiválom a Superman Sziberit, mivel több életetpontod van, mint nekem, ezért kapok 2000 életpontot. Aktiválom a Glorious Thunder, mivel nincs szörnyet értelemben, hogy a temetőből speciálisan megérzik, majd húzhatok egy lapot. Utópiát novellézem, speciálisan megnézem Utópia Prime-ot. Majd aktiválom a Change Taktikot, fizetek 500 életpontot, és húzok még egy lapot. Majd aktiválom a Hyper Rank Up Magic Utópia Force-ot, novellézem Prime-ot, és speciálisan megnézem a Number 99 Utópia Dragonát. Az Extra Great Field képessége miatt csatolok hozzá egy materiál, és Change Taktik miatt megint fizetek 500 életpontot, és húzok egy lapot. Utópia! Támadd meg Ragnar Zero! Állj! A temetőből kivonom XYZ Revival Splash-t, vagyis Ragnar Zero-ra állítézem Ragnar Infinite-t. Nem baj! Üsd le! Hiába ütötted le! Hisz a képességével vissza megy a temetőből. Aktiválom Number 99 képességét, kiveszkolod a két materiált, beszélgetésre idézem Utópia Double. Még Change Taktik miatt fizetek 50 életpontot, ezért húzok egy lapot. Majd utópia képességével a paklimból keresek egy double nothingot, majd ráidézek double-re, megidézem utópia Kaiser, megduplázódik a támadópontja, majd a change taktik miatt megint fizetek 500 életpontot, és húzok egy lapot. Kaiser, támad egy maszkarádot! Állj! Aktiválom a Reincarnation of the Seven Emperor, vagyis kivonom maszkarádot. A Reincarnation miatt a kör végén idézhetek egy rank 3-as XYZ szörnyet, aminek a támadópontja beléd fog sebződni. Aktiválom Kaiser képességét, speciálisan megnézem Number 14 szereveját, majd aktiválom a Memory of Hope-ot, mivel van 3 number a pályámon, ezért húzhatok 3 lapot. Aktiválom a World Legacy Flash-t, pályáról kivonom Number 14-et, és Number 73 támadása védekezése ennyivel csökken. A temetőből aktiválom Glorious Thunder a képességét, Number 99-et csatolok egy Lightning Blade-t, majd szetelek 3 lapot. Akkor külön végén megnézem a Black Raven. World Legacy Flash csak az NPC-k mondta ki a szörnyemet, ezért Number 14 készíti a pályát. Number 14 miatt te sebződsz 2001-et. Mi? Bejössz. Rendben. Én jövök. Ezúttal véged van. Aktiválom az End of the Line, mivel 10 életpontnál kevesebb életem van, ezért húzhatok 4 lapot. Majd kivonom a temetőből. Interceptomától, hogy ebben a körben nem efek sérülök. Aktiválom Number 99 képességét, nevezek oda a két materiált, és megidézem utóbbi a biot, és az összes szörnyet támadását lenullázom. Mit csinálsz? A húzott lapom a Rank Up Magic the 7, amit ki is játszhatok. Ezért megidézem Number 101-et. Majd ráidézem Number C101, Silent Honor Darkot. A temetőből kivonom Torpedo Takedown egy XYZ-vel együtt, cserébe húzhatok 2 lapot. Aktiválom az utolsó csapdalapomat, letacsolok egy materiál C101 alól, ezért a temetőből visszajöhet Ragnazéro. Aktiválom a Memories Focus-ot, és mivel 4 number szörnyem van, ezért húzhatok 4 lapot. A húzott lapom pedig a Rank Up Magic Variant Force. Amit ki is játszok, kijelölöm Ragnazérot, és ráidézem Arshin Seraphot. Állj! Aktiválom Bion képességét. Kivonom a pályáról. Kivettet, és speciálisan megnézem utópiát, és kapok 1250 életet. Majd az Exalted képessége miatt pedig mögé csatolok egy materiál. Nafilasilum maga ráveszi utópiát, majd Silent Honor Dark maga ráveszi Number 99. Ideje véget veszi ennek. Kijátszom a Rebirth of the Seven Emperor csapdalapomat. Feláldozom az összes XYZ szörnyemet. Majd a kivontak közül visszahívom Mascaradot. Állj! Aktiválom a Brilliant Multiplayer Dimenziót,
visszarakom a temetőbe, interceptomával, és adjon 99-et, és a te maszkálpáromra. Így nem tudod már visszahozni a pályára. Micsoda? Akkor hiába áldoztam fel őket? Kijátszom a Fish and Spear varázslapot, majd dobnom kell egyet. Így a kezembe visszakapom Princess-t, és az extra paklimban Chaos-t. Kivonom a temetőből Ascension of the Seven Emperor-t. Majd a kezemből kidobom Rank Up Magic Activation és használom, így megidézem Chaos Knight. Chaos Knight alá bemegy az összes temetőből minden rankot osztja. Sidolfin bemegy alá, lecsatolom, majd ráidézem C107 Tokion Dragon. Amint megidéződik C107, töröm minden lapot a térfeleden. Állj! Aktiválom a Delay of the Game-et, fölmér az életpontom 4009-re, hogy ezen legyen kettőnk között a különbség. Micsoda? Mindegy mennyi életpontod van, akkor is veszíteni fogsz. Tahiorra ráidézem Barbontról. Ahány materiál van alatta, annyiszor 1000 támadó pontot kap. Majd a temetőbe kijelölöm Number 73-at, ami megduplázza a támadó pontjait. Így 20 000 lesznek. Mi? Barion Wolf! Üzd le Kaiser-t és Bélyt! Állj! Aktiválom a Rainbow Kuribot! Hozzácsatolom a szörnyethez, és megállom a támadását. Micsoda? Ezt nem hiszem el! Szetelek egy lapot, vagy sebződök 300-at, mert egy lap maradt a kezemben. Mivel kivontam Interceptomától, ezért a körbe nem sérülök. És jöhet. Akkor ideje befejezni. Temetőben aktiválom az Exile katapultot, kivonok egy Zévén szörnyet, elpusztítom az Eternity csapdalapodat. Állj! Mielőtt elpusztítod, aktiválom és tőlöm Kaiser képességét. Ember 14-et támadóba fordítom, aktiválom a Monster Eagle-t. Képességgel a temetőből visszahozom a utópiát, az Exalkő képességgel csatolok hozzá egy materiált, mivel van lenne két Valiorom, és speciálisan megnézem Heroic Challenger Morningstar-t. Morningstar képességgel a kezembe veszem egy Heroic Envoy-t, amit ki is játszok, egy paklimból a kezembe veszem Heroic Challenger Sword Shield-et. Akit meg is idézek, a két szörnyet overnézem, és speciálisan megidézem Heroic Champion Lairtonist. Majd aktiválom a képességét, fizetek 500 életpontot, így a battle fázam elején az egyik szörnyemnek a támadását megkétszerezem. Aktiválom az Overlay Network-öt, Heroic Champion-ből mögül kezembe veszem a Sword Shield-et, majd aktiválom a Gorgon Revenge-et, és speciálisan megidézem Gorgon Magician. Gorgon Magician-ből level 8-as csinálok, aktiválom Master Kurimo képességét, kijelölöm Harbinger, és legyen a speciálisan Master Kurimo level 8-asként. Majd a két szörnyben overlayezem, és speciálisan megnézem Under Harbinger, Hope Harbinger. Gorgon Revenge miatt minden X-Hit szörnyemnek a támadása 300-nak megnő, majd Skorskiat kivetődöm a temetőbe, hogy ebbe a körbe nem sérülök, és Heroic Championnek megduplázódik a támadása, és ő sem pusztul el csatára. Heroic Champion, támadj! Majd aktiválom utópia képességét, és megállítom a támadást! Ennek végül is most mi értelme? Mivel a Heroic Champion támadása megjelent Kalinkat, ezért kezemből aktiválom a Double Gun Nothingot, és megduplázódik a támadása, és majd újra támadhat. Number 14, támadj! Állj! Aktiválom a Tribal Device. Tehát, ha egy szörnyet támad, a támadás a végén elpusztul. Ezért Number 14 a támadás végén elpusztul. Mivel Number 14 elpusztul, Number 34 képessége miatt Heroic Champion megkapja a támadását. Megtámadnak Utópiával és Kaiserrel is, ők is elpusztulnak. Heroic Champion az ő támadásaikat is megkapja. Heroic Champion, támadj! Aktiválom Barion képességét! Kijelölöm megint Number 73-at, ismét megduplázza a támadását, és így 40 000 lesz neki. Vagyis én nyertem. 40 000? Szép, de nem lesz elég. Az én szörnyem támadó pontja megnél a te szörnyem támadó pontjával, és mert aktiváltam Double Nothingot, ezért még meg is duplázódik! Micsoda? Micsoda? Üsd ki! Ez lehetetlen. Hogy tudtál legyőzni? Le fogjuk győzni Darkness-t. Majd meglátod. Nagy úr! Nem hagyom többé cserbe. Kérem, kegyelmezzen! Tudom. Most még tűnj vissza az ányvilágba. És add át az energiát. Ne!
neked semmi sem szent rohadék. A te pábolyozóidnak az energiát is elszívod. Ezen a bajnokságon bárki ha veszít, annak megkapom a párba energiát. Szóval ha nyertek, ha veszetek, én mindenképpen győztesen jövök ki. Pézi a továbbjutó. És ahogy nézem, Shadownak is el kell egy kis orvosi segítség. Ó, hát ő felszívódott. Na mindegy, nem fizetnek eleget, hogy kérdéseket is tegyek fel. Bézi, megcsináltam! Szép volt, Bézi! Egyet sikerült megállítanunk. Igen. De ezzel is csak Darkness-t erősítjük. Bárki is veszít, ő nyer. Ezt nem hiszem el. A következő párbaj, Bobis versus Alexander. Rendben, srácok, azt hiszem rajtam a sor! Bobis, ez a lehető legjobb leosztás. Zanti szinkron decked és szinkron deck ellen. Adj bele mindent! Nem veszíthetünk el még több játékost! Most figyeljen rám, mester! Bebizonyítom magának, hogy én vagyok a legjobb párbajozó, és nem Tamást kellett volna választania. Hajra, Alexander! Ne csak a szárnyára! Úgy lesz! Mindjárt jövök is vissza! Nehéz megjósolni a párbaj kimenetelét, de arra nagy összeget tennék, hogy mi lesz Óbisnak szavajárása, hogyha ismét veszít. Mi van, áruló? Jobb hegy van Bencék tapnyalójaként? Hát sokkal jobb, mint Darkness tapnyalójának lenni. Itt legalább saját szobám van, meg kaját is kapok. Az árnyvilág különben se jött be. Nem fogod büntetlenül megúszni, hogy megmutattad nekik az XYZ idézést! Az a mi fejlesztésünk volt! Pont te mondod, aki lopott szinkrópaklival játszik. Eleget hallgattalak! Most már ideje téged a földbe tapos! Sok sikert! Hány párbaj! Párbaj! Akkor kezdem is. Kezdjünk egy set rotation-nel, vagyis a baklimból lefordítok a mezőmre egy pályalapot, illetve a diédre is. Van! Hozzám is lefordítasz egy pályalapot? Utána lefordítok egy lapot a mezőre. Majd pedig kiátszok a card distraction. Mind a kettőnknek el kell dobni az összes kezében lévő lapot, majd húzni ugyanennyit. Én két lapot dobtam el, úgyhogy kettőt húzok. Micsoda? Ki kell dobnom az öt lapomat, és húznom kell öt újat? Legyen. A temetőből aktiválom Scrap Iron Statue. És lehívom védőbe. Jackson! Aktiválom a leszetett lapomat, Recurring Nightmare. Vagyis a két kidobott nulla védelmű Dark Lane visszavettem a temetőből a kezembe. Kiátszom a pályára Infinity Call, akinek a képességével a kezembe vettek egy Macron Ascenders spell. Amit ki is játszok, aminek a képességével pedig a kezembe vettek egy Obligátor. Utána pedig kiátszom a lefordított mezőlapomat, Fortissimo de Mobile Fortress. Vagyis a kezemből kiátszom a pályára Obligátor. Utána pedig aktiválom a Mulburot a Forex-nek, vagyis lefordítom Junk Synchron védelmi állásba, és mindkét pályalapot visszakapom a kezembe! Mi van? A visszakapott pályalapot azonnal én is dobom, hogy aktiváljam eszülő képességét, vagyis elpusztítom a pályán lévő kort, hogy a pakliból megidézhessem MacLord Emperor Vizert! Mivel pontosan két MacLord szörnyen van a mezőn, aktiválom a Hunot de MacLord Emperor. Vagyis húzhatom két lapot! No lám, még a lapok is ellened vannak. Felhúztam még egyet! Aktiválok még egy Boon of the MacLord Emperort! Húzok még kettőt. Nem fogod kitalálni, mit húztam. Játszom a harmadik Boon of the MacLord Emperoromat! Vagyis húzok még két lapot! Most véget! Most hat lap van nálam. Obligató képességével lerobbantja saját magát, majd pedig a pakliból megidézek egy MacLord Army of Skill-t és egy MacLord Army of Vizer! Obligatónak van még egy képessége, mivel elpusztult a köröm végén, annyiszor 100 pontot fogsz veszíteni, amennyi MacLord Emperorom a pályában. Kijátszok egy mezővarázslapot, MacLord Fortress. Ez a lap ellened lett kitalálva. A képessége pedig, szinkronszörnyekkel nem lehet a MacLord szörnyeimet targetelni. Utána pedig, mivel három MacLord szörnyen van a pályán, megidézem Asteriskert! Asterisk a főszörnye. A képessége pedig, akárhányszor szinkron idézem, 1000 pontot fog sebződni. Szépen kitervelt. Utána pedig, leszetelek négy lapot.
Mivel a köröm véget ért, aktiválódik obligató képessége. A négy szörnyem után 400 életpont sebzést kapsz. Élő! Felfordítom Giant Synchro. Megidézem kéretektől, vagy szinkroidézem Jack Feeder. Állj! Mivel szinkroidéztél, Asterisk besebez 1000 pontot. Jack Feeder segítségével 5 különböző szintű tunert fogok leírni a paklimból. Megidézem! Stardust Synchro kezembe adja. Öre el mindnájt! Aktiválok egy csapdát. High Great Throw. Vagyis elpuszik a két szörnyének a mezőn, és húzok egy lapot, majd pedig a szörnyi képesség is aktiválódik. Mivel szörnyen pusztul, elpusztítom a pályalapomat, és keresek a pakliból a kezembe egy McNord szörnyet. Majd aktiválunk még egy csapdát. McNord Astro, The Eradicator. Vagyis a temetőből visszahozhatok 3 McNord szörnyet a pályára. Mivel Kor visszajött a pályára, aktiválódik a képessége, keresek egy McNord spellt a kezembe, majd pedig aktiválok még egy csapdát. McNord Deflection, vagyis Asterisk megkapja az összes McLord lényem támadó pontjait. Hobbis, ez az én köröm! Mi csinálsz? A négy szörnyből megidézem Red Supernova Dragon! Nem hiszem el, hogy lehet, hogy az ányvilágban megvan az én szörnyemnek a végső alakja? Nekünk az ányvilágban sokkal fejlettebb szörnyék van. Mivel szinkroidéztél, Asterisk besebez 1000 pontot. Állj! Mivel aktiváltál egy képességet, így Supernovának köszönhetően eltűnik minden a térfeledről! Állj! Számítottam rá! Aktiválom a csapdámat, Magnet Force! Vagyis ebben a körben a McLordokra nem hatnak az ellenfél lényefektjei! Nem baj! Tudom, a kibontom! Igaz, hogy a szörnyei nem tűnnek el, de a varázslapja egy igen! Nem baj! A szörnyeim akkor is megmaradnak! Most vége! Aktiválom a dominó effektet! Állj! Víz ellen megállom a dominó effektet! Ez úgyis csak a csalibon. Visszahozok a temetőmből egy Jet Synchro-t, meghozzá úgy, hogy kilövök a temetőbe egy Rush Warrior-t. A Rush Warrior-omat kivonom. És így megkapom Junk Synchro-t. Játszom a Starlight Junction, majd feláldozom Jet. És megidézem Synchro Carrier-t. Aktiválom Stardust Illumination, és kilövök a temetőmbe Stardust Train. Carrier miatt visszajön Junk Synchro. Junk Synchro-nal visszajön Blair, majd megidézem Axel Synchro. Blair miatt húzok egy lapot. Carrier csinál egy token. Mivel szinkroidéztél, Asterisk besebez 1000 pontot. Találunk egy szörnyet. Viszont Stardust Synchro és Stardust Train. Szinkroidézem Black Eagle Dragon. Aktiválom a temetőben lévő McLord Astro The Eradicator csapdát. Vagyis kivonom a játékból és elpusztítom a lényedet, és annyi életpontot vesztesz, amennyi a támadó pontja. Mivel szinkroidéztél, Asterisk besebez 1000 pontot. 800 életpontod maradt. Ha még egyszer szinkroidézel, elveszed a játékot. Mégis mi a felét fogsz csinálni egy szinkró pakrival, szinkroidézés nélkül? Na, azt hiszed, hogy ez elég ahhoz, hogy megállíts? Hát nagyot tévedsz. Aktiválom Stardust Shimmert, Junkot és Quidrot. Kivonom a temetőmből, majd visszahozom a temetőmből. Black Figured Rift! Állj! Ugyanúgy szinkró szörnyet idéztél, az mindegy, hogy hogy. Szóval Asterisk hatása miatt sebződsz 1000-et. Tévedsz! Black Figured 800-at csökkenti a támadását, és így megvéd engem az effekt sebzésektől. Kiátszom az Arriving in a Life-ot, a Viscom Version Dragonom, a paklin tetejére kell. A temetőmből kijátszom a Synchro Transmission. És húzhatok egy lapot. Húzok egy lapot. Mivel Viscom Version Dragon az, megidézem. Majd a pakliból lehívom Stardust Sion. És így Synchro idézem Stardust Dragon. Aztán ez képessége sajnos aktiválódik automatikusan. Megint 800-at levonom Black Figured Dragonból. És nem sebződ. Szialok visszatér! Frame miatt kapok egy token, húzok egy lapot. Kidobok Illumination, hogy növeljem a szintjét Dragonnak egy. Majd kidobok egy 4-es szintű szörnyet a papírból, hogy növeljem Axel szintjét 9-es. Aktiválom High Great Draw képességét. Feláldozom Kor, hogy a temetőből újra szetelhessem a pályára. Majd pedig Kor képességével megidézek a papírból egy McLord Emperor Kraner-t. Synchro-dézek egy Glazor Strike-ot.
és a képességével. Kivonom az összes tapot, mindegyik játékosnak a temetőjéből. Hát jó, Asterix sebezne ezre. A Blackwing-es tapot. Én mindig megvédem. Micsoda? A három földből, megidézem, a Shooting Majesty Star Dragon. Asterix sebezne ezre. Még 800-al csökken Blackwing-es támadásra. És még utoljára meg tud védni. Mivel nulla a támadása. Kijelölöm Oblikát. Így nem pusztul el, de a te életpontjaid 1200-al csökken. A Majestic Absorption kijelöli a Majestic Dragont, és maga mögé sorolja Granet. Üzemből aktiválom Backlord Emperor Weisel Synchro Absorption képességét, vagyis feláldozom Obligatot, és megidézem a pályára, és ebben a körben pedig a sárkányod nem támadhat. Obligató képessége újra aktiválódik. A köröm végén annyiszor 100 pontot sebződsz, amennyi Backlord Emperorom a pályán van. Állj! Chase! Feláldozom Majestic Dragon és Gare! És így megállom Obligátor! Micsoda? Gladros Dragon! Üzze vízzel! Blackwing-e Dragon! Üzze a másik vízzel! Szetelek két lapot! Majd a köröm végén visszatér Supernova és Majestic! Állj, Asterix képessége miatt újabb 1000 pontot sebződsz! Nem. Blackwing & Dragon újra meg tud védeni! Én jövök! Aktiválom a lefordított high-grade roll lapomat. Feláldozom a két fényemet, hogy húzhassak egy lapot! Állj! Bloodros Dragon, beküldöm a temetőbe, és így megállja a lapodat! Ha! Belőltél! Aktiválom a kezemben lévő Forbidden Dropletet, és elküldöm a mezőn lévő két fényemet, hogy megállja a Majestic és Red Dragon képességét, és lefedezzem a támadópontjukat. Mivel Bloodros elpusztult, Blackros lejöhet a pakliból! Starlight Junction visszaküldi Orion Line-t a pakliba, és húzok egy lapot! Aktiválom a McLord Assembly-t, vagyis a paklimból a kezembe vehetek egy Triskelion-t, amit pedig megidézhetek, mint három McLordot kivonok a temetőmből. Megidézem Triskelion-t! Utolsó lapon pedig Oilman, akit megidézek, majd pedig társítom Triskelionhoz. Vagyis mostantól kezdve egy lénytűt le, én húzhatok egy lapot. Triskelion megtámadja Majestic-et! Aktiválom Synchron Barrier-t, feláldozom Majestic-et, és ebben a körben nem sebződöm! Triskelion támadásánál újabb képesség aktiválódik. Megnézhetem az extra deckedet, és egy lény maga mögé csatolhat. Legyen a legerősebb lényed, a Shooting Bazaar Dragon! Viszont a támadó pontja 7000-es lesz! Ne feledd! Barrier miatt nem sebződöm. Attól még, hogy nem sebződsz, a szörnyédet leüthetem! Triskelion háromszor támadhat, úgyhogy leüti mind három szörnyedet! Mivel három szörnyet ütött le, Oilman képessége miatt húzhatok három lapot! Kiátszom az Afterglow-t, vagyis a képességének hátra kivonom az összes Afterglow-t a játékból, majd pedig egyet visszakeverek a pakliba. Majd pedig a következő körben, ha ezt a lapot húzom, sebzősz 4000 életponton. Két napot lefordítom. Jöhetsz! Hát jó. Én... Állj! Mielőtt bármit is csinálnak, aktiválom a lefordított lapomat, Magnet Force! Vagyis ebben a körben nem hatnak a masinokra a lény effektjeink. Kijátszom az Arising Light-on, és a paklin tetején rakom Majestic Dragon. Megidézem Mystic Fire-on. Feláldozom, húzok egy lapot. Mivel Majestic Dragon-t húztam, így húzhatok még egy lapot. Aktiválom Monster Reincarnation-t. Kidobom Majestic-et, és visszakeverem a paklinba Stardust-ot. Aktiválom Converging is, és mivel 5 vagy annál több szinkrosárkányommal a temetőmben, így megidézel Stardust Dragon, és megkapja a támadópontokat! Arriving Light miatt húzhatok egy lapot! És támadok! Aktiválom Double Strike-on! Kidobok egy lapot, majd leszedem a shootingodat és az ember lapodat! Én viszont Chainer-el, Limiter Remover, és megtudnázom Triskelion a támadópontjait! Mivel Plaza a temetőbe kerül, így megidézhetek a Shooting Star Dragon! Ne feledd! Mivel barrier miatt nem sebződik. Így Shooting Star-ra támad. Micsoda? Mégis miért támadsz egy kisebb támadó pontba? Támad meg! Triskelion támad! Mivel Shooting Star elpusztult, így az ő támadásait is megkapja Stardust. Stardust! Triskelion is! Nem hiszem el, hogy már ez a pakli sem ér semmit!
és Alexander tért vissza győztesen az arénából, legyen az virtuális vagy hány, én már semmiben nem vagyok biztos. Egy a biztos, hogy Óbisnak is kelleni fog orvosi segítség. Látja, nagy úr, lehetetlen vagyok. Ha elkezd aggódni, nehogy összekerüljük. Alexander, kezdesz idegesíteni. Jobb lesz, ha visszafogod magad. Ketten maradtunk, Bézé. Túl erősek. Bence, te vagy a bajnok. Bárkit is kapsz, tudsz le fogod győzni. Furcsa lesz a Red Dragonok nélkül játszani. Tehát annyit gyakoroltunk ezzel az új paklival, nyernem kell. Hajrá, meg tudod csinálni. Az utolsó top 8 meccs, címvédő Bence, Lázár ellen. Úgy nézem, kifogytunk az arénánkból, mert most kivételesen a mi arénánkban folytatódik a küzdelem. Szóval te vagy a bajnok? Megtiszteltetés lesz, ha én győzlek le. Próbáld csak meg! Bárbaj! Ám, bárbaj! Bárbaj! Én kezdek! Megidézem Photon Advancert, társítom hozzá Photon Orbitált, amit le is küldök, így megidézem a pakliból Photon Vanisher-t. Vanisher képességével a kezembe veszek egy Galaxy Eyes Photon Dragon. XY-t nézem, így megidézem Stardust Photon Dragon védőbe, aki speciálisan megidézi Galaxy Eyes Photon Dragon. Na lássuk, mit tudsz. Te jössz. Akkor jöhetnek a Pendulum. Kijátszom a Skyrim-t, és a Pendulum Dragon-t behelyezem a far Pendulum Dragon-ba. Állj! Aktiválom a Max szét! Mindig a speciálisan idézel, húzhatok egy lapot. Azzal, hogy mit akar? Kijátszom Duelist Alliance-ot, és Old Eyes-t behelyezem a másik Pendulum Zónába. A Skyrim-i Celeron Baton, Old Eyes-t, és a kezembe veszem Persona Dragon-t. Mivel pusztult egy lap a mezőn, ezért Arc Pendulum hív egy Lázaro Dragon. Idéztél. Húzok. Old Eyes Phantom Dragon berakom a Pendulum Zónába. Most pedig megismerheted az új idézést, amit kifejlesztettünk az árnyvilágban. Pendulum idézés. Pendulum idézés? Az már micsoda? Minden idézési forma. Tőlünk el. Figyelj és tanulj. Hogy lehet az, hogy mindig az árnyvilági játékosok ismerik meg az új idézéseket először? Mivel van egy 8-as és egy 4-es ingyen, 5-ös és 7-es között bármennyi szörnyet idézhetek. A Pendulum idézéssel megidézek 4 szörnyet. Ismét idéztél. Húzok. Ahogy láttad, egy Pendulum szörny elpusztul. Az extra zónában. És meg tudom idézni újból. Felhasználok 2 hetes szintű szörnyet, hogy XY idézzek. Abszolút dragon. Megint idéztél. Húzok. Ideje támadnom! Lesser Dragon támadja Galaxy! És Phantom Dragon 1200-al növeli a támadását! Állj! Aktiválom Galaxy-hez képességét! Körvégén kintekeszőjüket kivonom! Old Eyes! Megtámadja Stardust! A támadást megállom abszolúttal! És letacsolom Old Eyes-t, aki most már vissza is jött! Abszolút! El is Stardust! Majd Old Eyes! Támad! Direktbe! Ezen a seregen gyere el! A körök végén Galaxiájuk és a te szörnyed is visszatérnek a térfelünkre. Aktiválom is Galaxy Soldier képességét, kidobok egy másik lapot a kezemből, és így keresztetek egy Galaxiájuk a kezembe a pakliba. Aktiválom a trédit, kidobom Galaxiájuk a temetőbe, húzok 2 lapot, majd aktiválom a Galaxy Prince-et, vagyis küzdetek 2000 életpontot, visszajön Galaxiájuk a temetőből, és a pakrimból keresetek egy Galaxiájuk Afterglow-t. Most pedig jöhet az új, legerősebb szörnyem. A 3-8-as szörnyemet XY-zézem, és megidézem Neo Galaxiájuk Photon Dragont! Mivel Galaxiájuk használtam materiálként, ezért minden ellenséges lapnak törli a képességét a mezőn. Detacsolom Afterglow-t, így képességével abszolútból elveszek egy materiált, kap 500 támadópontot, mivel Afterglow-t detacsoltam, ezért a pakrimból előjöhet a harmadik Galaxiájuk a képtére. Jöhet a normál idézésem, megidézem Galaxy Wizardot. Wizardot leküldöm a temetőbe, így kereshetek a pakrimból egy Afterglow-t, és mivel van Galaxiájuk, ezért speciálisan megidézem Afterglow-t. 2-8-as,
XY-t érzem, megidézem, Galaxiás Cyber Dragon. Letöcsolok róla egy materiált, így átállítom Persona Dragonodat, és ő is Cypher Dragonnál válik. A köröm végén vissza kéne adnom, mivel Cypher Dragonnak számít, így rárakom Galaxiás Cypher X Dragon, így nem kell a köröm végén visszaadni. Cypher Dragon, üss össze láncsával! Neo Galaxy, üsd le ottát! Cypher, üsd le Abszolútot! Mivel Abszolút meghal, ezért az extra pappingból kihívom Vortex Dragon. Vortex Dragon pedig visszaküldi a te extrádba Cypher X Dragon. Ó, ne! Három napot szetelek, és te jössz. És most én jövök. Megidézem Supreme King Dragon, és a kezembe veszek Gate Zero. Állj! Aktiválom a forrásra tributot, így minden szörny elpusztul a mezőn. Állj! Nem! Volt ez Dragonnal elküldöm Old Ice-t, és megállom. Ez csak a csali volt. Aktiválom a Hyper Galaxy-t. Beáldozom Soldier-t, valamint a te Vortex-edet. Megidézem Galaxiát a temetőből. Ismét Pendulum idézek, és lehívom Gate Zero. Két hetes szintű szörnyet. XY idézet, és lehívom Big Eye. Big Eye képességével detacsolom materiált, és átállítom a legerősebb szörnyet. Micsoda? A legerősebb szörnyemet? Big Eye nem támadhat, jóval pedig nem támadok, mert Galaxy kivonná a játékot. Itt van a legerősebb szörnyet. 5500 a támadásra. Hogy akarod megoldani, bajnok? Én jövök. Akkor használnom kell egy alternatív megoldást. Kiátszom a Galaxy Zero-t, visszaveszem a temetőből Upshackle-t, a XY-hoz érzemeket is megidézem, Number 62 Galaxy-hoz Prime Photon Dragon. Még mindig van egy erősebb szörnye. Prime Photon Dragon, támad egy Neo Galaxy. Aktiválom a képességét, detacsolok egy materiált, így 200 támadó pontot kap minden XY-hoz érzemény rankja után. Mivel Upshackle-t detacsoltam, azt is megkapja. Dupla támadó ponttal. Yeah! Fejezd be a támadást! Ezt nem hiszem el! Hogy győzhettél le? Mester! Ne! Következő te leszel. És ki fogom szabadítani Tamást? Veszítettem. Bence bebizonyította, hogy méltó a bajnoki címre. Időközben Lázár átkerült egy szebb helyre valószínűleg. Innentől kezdve viszont a meccsek egyeneságon fognak folytatni. Hamarosan jövünk az első előadásra. Akkor Darkness nagyúr játszik Bézével, és akkor én kapom Bencét. Ez volt a terv, Alexander. De egyfelől Bencét is meg kell büntetnem, plusz téged is. Mester? Szép volt Bence. Ugye most már belátott, hogy a Galaxy XY deck mennyivel erősebb lett. Tudtam én, hogy erős, de amikor veled gyakoroltunk, nem tudtalak megverni vele. Ezért nem bíztam benne. Ezért volt jó, egymás ellen gyakoroltunk. Így mind a ketten felkészültünk Darkness és Alexander ellen. És akkor induljon a Tamás versus D. Elnézést, most kaptam egy vaskos hírt és egy borítékot, hogy tájékoztassam önöket. A következő pár baj Tamás versus Alexander. Készítsen mindenki a popcorn, ez durva lesz. Mi? De, hát akkor mi fogunk egymással játszani utánuk? Ez a rohadék. Direkt így intézte. Ez mit jelent, mester? Nem őket kéne legyőznünk? Túl nagy volt a szád. Majd most be tudod bizonyítani, milyen erős vagy. Ráadásul Bencék közül valaki ki fog esni. Mester! A szinkron paklim nem elég erős ön ellen. Úgyhogy paklit fogok váltani. Mégis mit képzelsz, Alexander? Mester! Kifejlesztettem egy paklit. Ami minden idézési módot ural. Lázár már egy alapverziót próbált. Tesztelte. De úgy érzem, hogy ez méltó ön ellen. V
Végül is minél erősebb vagy, annál több párbanyagját szerzek. Szóval használj nyugodtan azt a paklit. Eddig úgy volt, hogy a verseny alatt nem lehet paklit változtatni, de hát ki vagyok én, hogy szabályokat hozzak vagy módosítsak. Induljon a párbaj! Készüljön a vereségre, mester! Ne bízd el magad! Párbaj! Árny párbaj!